Szeretettel üdvözöllek titeket ez a Teremsdúr önmagad beszélgetés sorozat, a következő beszélgető partnerem Bedő Imre, a férfiak klubja alapítója. Szervusz Imre üdvözöllek! Szervusz Péter, üdvözlöm én is a nézőket, üdvözlöm téged is. Hát ebben a sorozatban, hogy teremtsdőről önmagad, úgy gondolom ez egy nagyon fontos téma, hogy foglalkozunk a, a, férfiakkal, egyébként ilyen értelemben a nőkkel való viszonyokról és a család egységéről, de mielőtt ezt elkezdenénk, először is rólad szeretnék egy kicsit, mert hogy egy hatalmas mozgalmat hoztál létre az elmúlt években, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki is vagy te mögötte. Itt nálam van egy formális bemutatás, amiből csak néhány gondolatot szemezgetnék, aztán átadom neked a szót, hogy ahogyan szeretnéd, egész is ki, tehát úgy találhatjuk meg rólad, hogy férfi, férj, apa és társadalmi felelősség által vezérelt értelmiségi, aki egy erdélyi születésű közgazdász, ez mint te vagy, ugye Stimmel, igen. banki szakember voltál, majd iparvállalati csúcsvezető, később saját vállalkozásait vitted sikerre. Na hát mit szabad tudnunk Bedő Imréről, aki a férfiak klubja intézményét elindította? Hogy kerültél te egyáltalán oda, hogy egy ilyen mozgalmat létrehoz? Köszönöm szépen. Valószínűleg, ugye, hogy érnem kellett ehhez először is, tehát hogy Valamilyen utat be kellett ehhez járnom, de az eredeti indítatásomhoz is hozzátartozhatott, mert utólag úgy rakom ezt össze, hogy én egy, én egy erdélyi vidéki értelmiségi családnak vagyok a sarja, uh -huh. és ugye ebben nagyon fontos a vidéki értelmiség. Ugye az azt jelenti, hogy a faluban volt pár értelmiségi az orvos, a pap, a tanító, és nagyjából így ennyi. És ebből a közegből, ahol nekem tanítók, papok voltak a felmenőim, azt örököltem, de nem tanították így rendesen, csak azt örököltem, hogy akinek jobban sikerül az élet, akinek, akinek van, volt lehetősége többet tanulni, többet utazni, többet tapasztalni, esetleg több pénzt keres, annak arányosan nő a felelőssége a közösség irányába, és hogy mindenkit magunkkal kell vinni. Tehát azokban a falvakban az nem lehetett, hogy ami később bekövetkezett a változás után, ugye most 89-es változásról beszélek, hogy az értelmiségi kifosztotta az egyszerű embereket, hanem. Úgy, 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 együtt kellett menetelni. És valahol ez az indítatás bennem lehetett, mert a közgáz egyetemen is én közszolgálat szakirányt választottam. Uh -huh. De például üzleti vonalra mentem, ugye politikából 23 évesen kiszálltam, tehát én, mi diák mozgalmárok voltunk itt, óriási tüntetéseket szerveztünk, miniszterekkel vitatkoztunk, parlamenti bizottságban voltunk benne, tehát a, a sűrű éve voltunk a nagy politikának, és nem mentem politizálni, hanem, hanem, hanem azt mondtam, hogy köszönöm szépen, belemártóztam, megismertem a velejét, valamennyi kapcsolatrendszert összezettem, de mégis távol maradtam ettől, és szakmai pályára mentem, mert banki útra. Uh -huh. Ugye szándékosan a bankból emelt ki egy nagy vállalat, ahová ugye mi pénzt helyeztünk ki, hogy ha olyan ügyesen mondom, hogy mit kell csinálni, akkor menjek oda, csináljam is meg, uh -huh. és így lettem talán az legfiatalabb csúcsmenedzsere az országnak, annak idején a 90-esek végén 26 évesen egy nagy gyárnak lettem a vezérigazgató helyettese, ahol 50-60 éves embereket kellett vezetnem Győrbe, tehát amikor oda lehívott a tulajdonos vezérigazgató és bemutatott, hogy mától kezdve bedő a főnökötök, ugye akkor látszott a gyilkos tekintet így az öregek szemébe, hogy ezt a fiatal embert most itt holnap utánig fölzabáljuk, de nekem már óriási rutinom volt abban, hogy hogyan kell kapcsolódni, hogyan kell célokat kitűzni, hogyan kell együtt menni. És nagyon érdekes volt ez a munka, hogy egy ilyen nagy vállalatot is el kellett kezdeni tudni valahogy megmozdítani, és nyilván fiatal is voltam ehhez, de nagyon, nagyon jól éreztem magam, és nagyon nagy bizalmat kaptam, és hihetetlen mód tudtam fejlődni. Tehát állandóan a politikai rész is egy fejlődés de volt, a, a banki rész is formán. egy fejlődés volt, ez a csúcsvezetés is egy fejlődés volt, és innen azért jöttem el, tulajdonos is voltam már, hogy... Megcsinálom a saját vállalkozásaimat, mert mégiscsak az kell, hogy én irányítsak valamit, hogy az én álmom. Persze nem az én álmomba kerültem, mert a, egy informatikus barátomnak az álmába én lettem a közgazdász, és a, í, í, így volt ez a vállalkozás, amiben uh, először ugye tönkrementünk, és uh, nagyjából mindenünket elbuktuk. De hát ez is kell ahhoz, hogy ma itt ő, szerintem ez a tapasztalás, ez fontos. A pudarc, a tönkremenetel a tönkre ténye, azt elfogadni, azon siker után, amiket itt most felsoroltál. Azt mondják, hogy ugye idő, időbe kell tönkremenni, hogy utána tudj visszajönni, és abból tudj tanulni, és esetleg tanítani. Tehát, ezt sikerült időben meglépni. Majd ezt aztán sikerre vittük ezeket a vállalkozásokat, több is lett belőle, és akkor jött el az én időm, hogy végre az én álmomat valósítsam meg, és 40 éves koromban alapította meg a férfiak klubját. Ez történt 2013-ban, és az eszmélyiségéből néhány gondolat, hogy az erkölcsi alapok megerősítése érdekében hívtad életre, a férfinő szövetség és a család megszilárdítása az, ami a fő szándék, fő vonal, és hát azért látszik, hogy erre mekkora igény van, hiszen az aktuális adatok alapján közel 160 ezeres követő táborra rendelkezik a férfiak klubja, tehát most már ez tényleg egy mozgalom, egy olyan intézmény, aminek súlya van hogy jutottál el ide, hogy indult a férfiak klubja, mi volt az első e, csapásvonal, vagy már alapból te tudtad, tisztán láttad ezt a víziót, ezt a, ez egy nagyon komoly társadalmi felelősségvállás, azt gondolom, hogy egy ilyen mozgalmat elindítani. Az elején nehéz volt, mert én, én arra jöttem rá, férfiként én magam is. Hogy, tehát én addigra túl voltam már a, a kapcsolatszerzésen, a nagy autó, nagy vezetés, a na nagy cég, a nagy pénz, a nagy utazás, és hogy megalapítottam a, a családomat. Tehát siker, nem? Tehát amit Igen. sokszor ilyen külső matériákban mérve tapasztalhatunk, te ezeket mind kipipáltad ilyen értelemben. Igen, a bukás után is egyébként, tehát hogy, hogy minden benne volt, és egy nagyon nagy edzettségre tettem szert, de amikor a gyermekeim megszülettek, ugye az egyik gyerekem mind a kettő nehezen született, tehát lehet, hogy ezért is ez a nagyon erős családi indítatás, de a második gyerekem 920 grammal született, és ott, ott, kellett állnom az inkubátora mellett, 60 napon keresztül a csecsemő a két kis lukon keresztül kellett, olyan combjai voltak, hogy ez egy negyed csecsemőnyi ember. Tehát a csecsemő nagyon pici, az ember alig mer hozzá. 920 gramm, az egy negyed csecsemőnyi gyerek. De amikor én hozzáértem, akkor már dugta a kis fenekét oda, már a legelső pillanattól kezdve, és ott hirtelen kiderült az, hogy, hogy mi férfiként is talán a legfontosabb dolog az, hogy mi életet hagyjunk magunk után, és életet adjunk. Tehát mi az élet továbbadásának a szolgálatába állunk. És hogy ez az a gondolat, ami nekem egy új felismerés volt, akkor így belém hasított, Viszont rájöttem, hogy nagyon sokan ezt nem tudják, mert olyan mértékig nagyon lassan állítódott el ez az egész férfi ügy. Tehát több generáció óta, ugye van az a kísérlet, hogy a békát beledobják a forró vízbe, akkor kiugdik, fokozatosan de... Fokozatosan melegítik, akkor ott marad, igen. Ha és fokozatosan, megfőzik, akkor szépen meg. Megtud... Tehát valahogy ilyen lassan állítódott el ez az egész férfi társadalom, hogy ma már csak a munkahelyek vannak a fókuszban, mert azt hisszük, hogy, a, hogy otthon nem tudunk mit csinálni, mert a férfi munkák ugye kiestek, és a legnagyobb dolog, amit tehetünk, az, hogy pénzt vigyünk haza és hogy mennyire nem, illetve pénz kell, de hogy mennyire nagy szükség van ránk férfiként is. És hogy ott tartunk, én azt éreztem meg akkor, hogy ha a nők ugye a munkahelyen is kötelesek teljesíteni, mert kell a két bér, tehát két keresős kényszer van. Tehát nem döntheti el egy család, hogy most egyik menjen dolgozni, vagy a másik, vagy mert a két bér is elfogy hó vége előtt. Tehát muszáj, viszont otthon is tartani kell a frontod, és ha egyedül maradnak a nők az otthoni frontban úgyhogy még dolgoznak is mellette, akkor el fogják hagyni ők is a családot. Tehát ez egy társadalmi kérdés, mint közgazdász vágtam bele ebbe, hogy a férfiakat vissza kell tudnunk vinni a munka mellett a családokba, mert ha hanem a nők is el fogják hagyni. Ez És jelen... akkor, igaz? Abszolút. Tehát én, én, úgy érzem, hogy most már nincs tíz évünk sem. Tehát a mai fiatal lányok is azt mondják, hogy minek gyereket, ugye ha nem szülök, akkor sokkal tovább tudom használni a testem szexre például, vagy ha majd akarok, akkor veszek írökbe szubszaharai övezetből, mert ott ugye hatos szorzóval születnek a gyerekek. Tehát mindenféle ilyen felmentés van meg, hogy nagy a CO2 kibocsátásuk szó a gyerekeknek, és egy csomó olyan ér van, ami miatt azt felmentést kapnak, hogy ők akkor inkább pénzt keresnek, kirándulnak, ejtőernyőznek, szórakoznak, és mindenki azt állítja, hogy majd ő valami nagy misszióba vág, és ő a bánákat menti meg, meg a nem tudom a klímát. És erre nem vezet út, mert az élet továbbadása is, hogy mi férfiként, ha beleállunk ebbe, akkor mindenki számára egy, mert a nőnek még egyértelmű, hogy az életet szolgálja, de ami férfiként ebbe vissza tudunk állni, akkor ez egyértelművé válik mindenkinek is. Tudtam, hogy ez egy nehéz út lesz, mert óvtak ettől, hogy ez túl nagy, hogy ez minden férfit és minden nőt is érint, ugye, mert ez a nőknek is szívügye. Külön nagyon örülök, hogy rengeteg női támogatóunk van, akik, akik tudják, hogy ez a férfi megerősítés, ez, ne, ez az ő értük is szól, tehát hogy nem, nem egy ilyen macsóskodás. Úgyhogy belevágtam, és nyilván azóta egyre másra alakítom azokat a társadalmi programokat, amiken keresztül felhívom a figyelmet, szembesítek, dicsérgetek, tehát nagyon érzékeny téma ez, főleg a férfiak esetében, hogy hogyan lehet az ő érzékenységüket, ugye, hogy, hogy onnan indulnak, hogy nekünk nincs semmi bajunk, nekünk nehogy megmondja valaki, különben is. Hát egy mert... fal van körülöttük, egy páncél, és hogyha ezt elkezded megpiszkálni, akkor erre sokszor támadással is, vagy elutasítással reagálhatnak, tehát azért gondolom. Igen, és ezért óvatosan szépen kell, mert mi ugye, tehát és férfi a férfival, tehát az a lényeg, hogy mi a saját dolgunkat végezzük, és a saját portánk előtt csöprögessünk, és ne a nők portálja, mert rengetegen bíztatnak engem arra, hogy de mondjuk meg a nőknek. Mert a nők is elrontották, és a nők miért lettek feministák, és miért. Minden mondhatnánk a nőknek, de otthon se vezet jóra az, hogy te változ meg. Az, hogy én mit tudok Togaszom változtatni. És az az érdekes, hogy ha magunkkal foglalkozunk, akkor a nők odajönnek a férfiak klubja, ugye. Tereire, és ők is magukkal kezdenek foglalkozni, hogy mi hol rontottuk el, mi mit tegyünk. És a férfinő szövetség újjáépítése elkezdődött, én azt tudom mondani, és ennek a újabb és újabb eszközeit próbálom. Ugye rendelkezésére, bocsátani egyre nagyobb tömegeknek, mert hogyha nem, nem tudunk nagyon gyorsan tömegeket elérni ebben az ügyben, még egyszer van tíz évünk se nagyon van, mert a mai 20 évesek, 30 évesek lesznek, és ha azt gondolják, amit ma gondolnak, akkor, akkor elég nagy baj lesz. Tehát az arányok az romlanak. A vírus előtt, nagyjából másfél-két évvel ezelőtt még nagyon sok iskolában tudtam én is előadást tartani, ilyen osztályfőnöki órákon, vagy ilyen tudom a tornateremben a diákok ott voltak, és akkor beszélgettünk különböző témákról, célok, motiváció, és a többi, és akkor ott megkérdeztem őket, hogy mi a legnagyobb kihívás számukra. És a, a, a mellett, hogy a megfelelősi kényszert mondták egyik példaként, a másik Imre az a példakép hiánya volt, amit megjelöltek. Amikor szülőknek beszélek erről előadásokon, mint egy Döbbenetes tapasztalat, akkor ezt nem mindig veszik jó szájízzel, mert hogy hát ők a szülők, akikről szó van, hogy ők kellene vagy szeretnék, hogy legyenek a példaképek, de a gyerekek meg azt mondják, hogy hát rájuk nézek, és nem tetszik, amit látok. Most ez a tíz évre mondom, csak amit hoztál szóba, most az imént, hogy, hogy a, a, a következő generáció az valamilyen irányt fog venni, és ez a mi felelősségünk, hogy ez merre fog elindulni. Most a Azért kérdezem, mert, vagy azért hozom ezt szóba, mert ugye nagyon sokszor beszélnek manapság arról, hogy a hölgyek sokszor arra panaszkodnak, hogy hova lett az igazi férfi, és a férfiak meg azt mondják, hogy ezek a nők már nem, és erre mondtad te, szerintem nagyon helyesen, hogy magunkkal foglalkozzunk, és itt felmerül bennem egy kérdés, ugye sokszor hallottam én is, és ezzel tudok is azonosulni egy férfinak is, most a hölgyeket kivenném, tehát összebeszéljünk külön a férfiakról, legyen egy ügye, te mit tapasztalsz, hogy a férfiak mennyire találnak ügyet, úgy, mint te a férfiak klubja kapcsán, hogy mennyire tapasztalod, hogy, hogy a mai világ férfiainak van ügyük, amit, amit tudnak szolgálni, amellett teljes egészében kiállnak? ha egyébként nagyon fontos dolog talán az, hogy nekünk egy városi út kell. Tehát hiába hozzák azt a példát, hogy a, a nagyapáink ugye milyenek voltak, az nem nagyon, nem is akarjunk visszamenni a nagyapáink, a nagyanyáink korában, nem is lehet visszamenni, tehát a mai vívmányok megtartása mellett akarunk ismét egymásra találni, és ismét elfoglalni a méltó helyünket, mert ugye a férfiak önbecsülés hiánya, önbizalom hiánya, önértékelési problémáik, sőt ugye minden negatív statisztikát a férfiak vezetnek, ugye a korai halálozás, az öngyilkosság, a rák, a szívési rendszeri megbetegedések, az összes szenvedélybetegség, de már nem csak az alkohol van, meg a drog, hanem a pornó, a játékszenvedély viszi, a százezereket viszel, ugye? Tehát hihetetlen minden negatív statisztikát azért vezetnek, mert olyan mértékig égnek ki a munkahelyeken, hiszen emberfeletti erőfeszítést tesznek, viszont nincs megbecsülés sehol, mert az otthoni munkák, az otthoni feladatokból kiesnek, a családjuknak a perifériájára, Kerülnek valahogy, és azt a fajta megbecsülést, amit otthon kellene elérni, azt nem kapják meg, és azt a fajta önbecsülés sem, amit ők, mivel ők nem sokat tesznek bele, ezért ők sem magukat se tudják dicsérgetni. Óriási probléma ez. És ezért én azt látom, ami az ügyet érinti, hogy, hogy a minden, a kultúránk nagyon szépen, ugye van felépítve, mert ő azt mondja, hogy nem, nem lehetséges az, hogy csak a királyoknak, a hadvezéreknek, a legnagyobb művészeknek az élete van bearanyozva, mert őnekik van egy valamilyen nagy ügyük. Az, hogy az életet tovább tudjuk adni, az egy elég bonyolult történet. És az, ami minden embernek lehetőséget ad, egyrészt az önfejlődésre, hogy ő szülőként egy hihetetlen utat járjon be, másrészt, hogy valóban az élete végén érezze, hogy ő, az ő kis élete, az fantasztikus, egy, 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 láncszem volt abban az örök láncban, ami ugye ki tudja mióta jön és hová és tovább tudtam adni. És ezen túlmenően, ha talál még valamit, és ezek voltak a férfiaknak a közösségében vállalt dolgaik. Ugye, hát a családi felelősségvállalás volt a férfivel vállás útjának a fő célja, és a másodlagos célja a közösségét való felelősségvállalás. Tehát bármilyen olyan, de ez az extra, tehát az apai és az atyai, felelősségvállalásnak a különbsége, és egymásra épülése. De nincs olyan, hogy csak én atyait vállalok, és akkor az apainak az egész önfejlesztő élet továbbadó része nincsen meg. Tehát nagyon érdekes, hogy ezt valahonnan ismét föl kell hozni a mi kultúránk mélyről. Ezzel foglalkozok én, hogy nem, 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 valami pszichológusoknak, meg egyéb ilyen kócsoknak, meg ilyen módszertanokat hozok külföldről, hanem a mi kultúránk mélyéről hozom föl ezeket, mert ott van, és ezt hirtelen felismerik az emberek, hogy ha tényleg. És csak gyorsan elmondom, hogy ugye az élet továbbállása nem csak arról szól, hogy vállalok gyereket, és akkor meg legyártom egy jó negyed órás numerával, ugye, a akkor már nagyképű voltam, hanem az, hogy olyan erkölcsi alapokat adok, ami miatt az a gyerek jobb világot fog építeni, mint amit mi építettünk volna. Ez önmagában egy életút egy, egy, egy szülőnek, hogy mit tud hozzátenni. Ehhez a részéhez talán még az iskola is hozzátehet, az olvasmányok, a színház, a filmek, van már ugye kockázatosak, tehát sok minden hozzátehet, sok minden elvehet a youtube a, a, szabadon engedett tartalmakot, rengeteget rombolhatnak. De ami kell, még az a család képesség, a, ha, ha, életet akarok látni magam után 100-200 évvel is, tehát nem csak a közvetlen gyerekem, mert az már készen van, hanem hogy őnek is legyen, meg őnek is legyen gyereke, ahhoz olyan családi milliót kell, amire te céloztál, otthon teremtenem, hogy a gyerek vágyjon arra, hogy egy olyasmit hozzon létre. Ha a munkahelyeken mindenki viselkedik, mert nagyon muszáj viselkedni ugye a munkahelyen, mert ha nem kirúgnak, nem kapsz pénzt, leépítenek, de otthon a frusztrációjukkal összeugranak és folyamatos csatateret játszanak, akkor a gyerekek azt fogják kihalani, és a tudatalatjukba az megy vele, hogy a munkahelyek azok nagyon jók, mert apanya mindig arról mesél, hogy hogy jöttek külföldi vendég, meg megint ebédeltek, meg autót adtak, meg előléptetés van, meg úristen, meg hogy projekt sikerült, de itthon az egy szörnyű hely. Tehát ilyet nem akarok. olyat akarok, ami a munka, de ilyet, meg a munka, annan pénz is jön, meg azt el is tudom költeni. De ezt a részét, ugye tudat alattiukat is meg tudjuk fertőzni. Tehát, hogyha egyrészt kell egy férfi minta és egy női minta, hogy a lány és a fiú is kapcsolódás képes a másik nemhez. Tehát egy lánynak is kell tudni, hogy milyen egy férfi, mert azt szerint választ párt, egy fiúnak kell tudni. Hát hogy meg, hogy hogyha látja a gyermek, hogy az apa hogy bánik az anyával. Tehát és akkor itt már szerepmodellek is ott bejönnek, igen. És utána annak a képessége, hogy ők ezt fenn is tudják tartani, és hogy vágyjon is. Ha már arra vágyik, hogy otthon van egy olyan környezet, amit ki akar alakítani, akkor olyan embert fog keresni, mind a kettő, a fiú és a lány is, aki azt ahhoz a környezethez illő. De ha nincs ilyen, hanem csak biovekker van, meg eljött az meg akivel éppen vagyok, vagy most már akkor a nyomás nehezedik rám, hogy muszáj elvennem feleségül, mert már hogy akkor, akkor a párválasztásnak és az élet továbbadása függettől, ugye, mert a minden minták így másolódnak. Egyébként az, az is úr itt a, a párválasztásnál, amit most elkezdtél mondani, hogyha egy, egy sajnálatos mintát tapasztal meg a gyerek, legyen szó fiú vagy lány gyermekről, akkor is jó esél ehhez a drámához fog pár találni magának, mert az lesz az ismerős. Ennek most nem érdemes Abszolút. belemennünk, de hogy gyakorlatilag többszörösen torzul ez egész minta. És a tudósok azt mondják, hogy kétszer, tehát két, két generáció múlva szűnik meg az a vonal, tehát, hogy én hiába örülök, hogy nekem még van gyerekem, és büszkén kipipálom, hogy én továbbadtam az életet. Nem. Továbbadni az életet azt jelenti, hogy három generáció múlva is legyen élet, és az én rajtam áll. Ez a, ez a lényeg, hogy én mit teszek, én hogy teszem, én hogy fogom össze a dolgaimat, én hogyan javítom ki a hibáimat, mert mindenkinek vannak hibái, és hogy ennek a vezetői a férfiak kell legyenek. Tehát a mi kultúránkban a család alapító a férfi. És azért terheli meg a kultúra, mert ez nem egy kiváltság, hanem ez egy terhelés a férfint, hogyha azt mondják, hogy te el kell döntsd egyedül, hogy beleállsz a család alapításba, mert utána soha nem panaszkodhatsz, mert az a tiéd, te döntöttél elsőnek, te akartad, te választasz hozzá nőt, semmilyen panaszod nem lehet a nőre sem, mert te választottad te vagy a biztos pont, tehát a gyermekét megszülő nő kockája el van vetve, onnantól kezdve neki muszáj tiszta ruhát, melegét, nem tudom, iskolázást, a gyereket muszáj. Mindig a férfi volt az instabil, ami kultúránkban, ő mindig mondhatta, hogy bocs, én nem ezt a lovat akartam, viszont látásra. Az egész kultúránk, az első könyvemben írok erről, nagyon-nagyon szépen szorítja be a férfit ennek a felelősségnek az önálló viselésébe. Ez az a teher, ami, ami, ami minket felemel végső soron, hogy mi vagyunk az, aki, minden körülmények között ott állunk a család de közepében. esetben <laughs> felemelímre. de a helyzet az, hogy nagyon sok a frusztrált férfi, ha megnézed, akkor van egy ilyen mondás, hogy a, nők segítséget kérnek, a férfiak meghalnak. Ugye azt láthatod, hogy azért az egész ilyen befele figyelés, meg ezzel fajta nyitottságra, hogy egyek sokkal nyitottabbak, tisztelt a kivételnek férfiak között is van, de azért egy nagy falatom vette te beleálltál, mert az, hogy a férfiakat rá venni arra, hogy, hogy nyitottá váljanak, mert ha megnézed, akkor az a stressz, ami emészt. most mondtad, hogy az az, amikor egy nyomás alá kerül egy férfi, akkor ugye az vagy felemeli, ideális esetben, amit mondta, hogy meghaladja, és akkor lesz belőle egy, egy fejlődés, vagy maga alá gyűri, és erre hangzik az a mondás, hogy a férfiak meghalnak, hogy lehet, hogy még fizikálisan itt van, de hogy olyan frusztrált, hogy már nem tudja a családot tartani, és nem tudja azt a mintát sem adni, amiről most sokat beszéltünk. Hát, hogy kiégnek, ugyanaz minden negatív statisztikát ők vezetnek. Ugye ebben az az érdekes, hogy a hogy Régebben voltak, tehát újra el kell mondani nekik, hogy az, hogy mi rendezzük a dolgainkat nyitott módon, ugye, és minden ilyen belső ügyünket rendbe rakjuk, az egy fér, ősi férfi dolog. Teljesen félrevezető az a rengeteg cikk, ami mostanában megszületik, ugye, hogy a férfiak általában, nem tudom, genetikusan ilyen zárkózottak, és soha, soha nem mondtak, és ez nem igaz. Tehát amikor elmondom nekik, hogy a férfi közösségek, a férfiak együtt dolgoztak, nagyobb munkákat együtt végezték. Nem beszéltek ők olyan nagyon sokat, de nem tudtak másról beszélni. Például a kocsma azért volt egy jó helyszín, mert a mi kultúránkban a házon belül a nőv dirigált. Tehát az, az egyet, a udvaron a férfi dolgozott, a házon belül a nő osztotta be, amit behortál a házba, mindenért ő volt a felelős, és ő mondta meg, hogyha még egyszer beteszed a sáros lábaddal a ézet, akkor lett és kész. Tehát hogy ez egyértelmű volt, tehát nem, nem volt akkor a férfi uram, elmentek a kocsmában. Na most a kocsmában nem lett nagyobb alkoholizmus, mint egyébként lett volna, mert otthon mindenkinek volt pálinkája. Elég tehát otthon garmadával volt a pálinka. A kocsma az arról szólt, ugye hál' Istennek, hogy nem volt más, amiről beszélni, mert nem voltak bulvár témák, hogy Ronaldónak megint milyen autója van, hanem arról kellett beszélni a kocsmában, hogy, 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 milyen volt a termés, milyen az azért. Összevesztem a szomszéddal, hogy ugye nem lehetett elköltözni másik lakásítelből, hanem meg kellett oldani a problémát, az asszony, a gyerek, a... és meg tudták beszélni. És tényleg Megvan bennem ez az érzés, ugye én nagyon sok időt töltöttem falun, hogy amikor mentek hazafele a kocsmából, nem voltam gyerek voltam, de az elmondom a falusiaknak, és így mosolyognak, hogy igen. Mikor mentek hazafelé a kocsmából, akkor egy dologba biztosak lehettek van egy közös tudás kialakult bennük, az az volt, hogy az én feleségem olyan, mint a tiéd. <laughs> Tehát, hogy... Nincsenek na, újabb dolgok a nap alatt. Nem, nem jó. Mindenki ugyanazokkal a problémákkal a küzd, és tudtak kapaszkodni. Tehát a férfi közösség nagyon fontos volt. És ezen túlmenően, hogyha elmondom, hogy a hadvezéreknek milyen lelki vezetőik voltak, vagy hogy a papok, akik férfiak voltak, és az egész közösségnek a lelki vezetéséért felelősek voltak, ez egy abszolút férfi dolog. Ugye minél nagyobb befolyás, minél nagyobb terhelés alatt voltál, minél nagyobb volt a felelősséged, annál jobban igénybe vettél, teljesen természetes módon ősidők óta ilyenfajta lelki kapcsolódást, amiben takarításokat végeztél, hiszen ha, ha, győztél, akkor is meg kellett tartani, hogy ne szállj el. Ha megvesztettél, akkor meg kellett tartani, hogy ne sülj egy alá. És ezt nagyon ügyesen tudták csinálni. Tehát egy ősi férfi dolog ez az egész, csak ma kiesett, mert ma ugye elvonták a férfiakat, és a munkahelyeken vannak, ahol ilyen beszélgetésekre olyan terhelés és olyan mérési módszerek és olyan fajta állandó nyomás alatt vannak, amire nem nagyon jut lehetőség. Aztán csapatépítése, meg memória, reset van ugye, hogy ott, ott túl gyorsan eljutnak a, a delirium állapotáig, mert csapatépítenek. Tisztelt a kivételnek mindig. Vagy, és nagyon érdekes, hogy a, az, az, a közösség, a baráti közösség és a városban már nem tudnak működni, mert sokat kell utazni, nagyon meg kell szervezni, ezért Csak ezek a, a férfiak az Szerinted inkább nem lehet, hogy itt is a mint a hiánya, mert én azt látom, hogy nekem, az, az, a édesapám, Igen. nekem az édesapám uh, vidéken éltünk, és amikor elkezdett építkezni az utcából, minden férfi ott volt, és együttásták az alapot, és a többi, és a többi. Ma már azt sem tudjuk sokszor, hogy ki a szomszédunk. Tehát, hogy én nem azt gondolom, hogy az utazás és a szervezés, amit mondtál, az egyetlen oka lehet ennek, hanem az is, hogy, hogy bezárkózunk, és elég nekem az én bajom, és már nem hát az a. A frusztráció hogy... és a fáradtság miatt is, hogy be, hogy azt gondoljuk, hogy ha már ennyire kifutottuk magunkat a munkahelyen, akkor az otthon az a wellness helye, ahol mm -hmm. éppen azért pihenünk. Csak ugye el szoktam mondani, hogy ha a pihenés kizárólag azért van, hogy másnap tudjunk dolgozni, akkor a szabadidő a munkaidő részévé válik. Tehát ha kizárólag azért pihenünk, és otthon így, hogy, hogy megint dolgozunk, pihenünk, dolgozunk, pihenünk, akkor az az egész a munkaidőhöz tartozik. Tehát nincsen benne az a fajta építés, ami ugye valójában a teremtés vált két üteművé. Régebben a szántás egyből a családé volt, meg a lekvár befőzés egyből a családé volt. Ma nem így van a városban, hanem előbb pénzt kell keresni, és utána a pénzből kezdünk el valamit, és a na életünk nagy kérdése az, hogy mivé alakítjuk a megkeresett pénzt. Mivé tudjuk alakítani? Lesz-e belőle egészség, jövő generáció, értékek, harmónia, minden? pénzből alakítunk át, és ebben a, tehát a teremtés az a második szakaszban van, az első szakaszban a pénz előállítása zajlik, ott is zajlik valamiféle teremtés, de nagyon keveseknek adatik meg, hogy ne csak kis uh, uh, alkatrészek legyenek egy nagy rendszerben a munkahelyükön, tehát mondhatják ők, hogy ők nagyon-nagyon teremtettek, mert ma is megírták a szerződésnek a harmadik pontját, és ahhoz gyűjtöttek anyagokat, és ez, tehát ilyenek vannak egy multicégnél, hogy az ajánlatadásnak ők a piackutatási részének az egyik felét csinálják két hétig. Tehát ez nagyon, -nagyon nagyon teremtő, de valójában pénzkeresésről szól. És hogy utána jön az igazi teremtés az életben, amiből a, amiből a pénzünket alakítjuk. És erre az időre kellene igazán fókuszálni főleg a férfiaknak azért, mert azt csinálják most, hogy az, amely itt a pénz, azt osszátok be, engem hagyatok békén, mert az én dolgom az, hogy a pénzt hazahozzam nincs amiből töltődni, mert csak a teremtésből tudok töltődni, hogy átalakult, ez lett belőle, az lett belőle, amaz lett belőle, minden gyümölcsnek örülök, ami, ami, ami lett, hogy valami mássá alakítottuk ezt, és én úgy látom, hogyha erről elkezdtek beszélni, akkor ez, ez egy városi útat keresünk, ugye? Például ez a pénzfelhasználás, ez nagyon érdekes kérdés, hogy elkezd összeállni a kép, hogy tényleg, ez egy igazi változás. Amit hozott a város, hogy, hogy két üteművé vált a teremtés, és hogy a második része tölt fel, és ott lehet a nővel szövetkezni, mert, mert ami, amikor átalakítjuk a pénzt, akkor például azt mondjuk, hogy a nővel le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy milyen iskolába vigyük a gyereket. Na, hogy neked is van véleményed? És akkor te el kell mondd, hogy én nekem az kéne, hogy legyen benne a foci, meg a nem tudom, zongora, vagy, vagy hogy elmegyek, megnézem férfiként az igazgatót, mert én jobban rájövök, hogy az milyen, mert mi, mi jobban értünk -e. ez nem annyira érzelmileg közelítünk, hanem racionálisabban is, hogy ki az az ember, milyen értékrendet képvisel. De ha Ebbe a teremtésben nem tesszük így bele magunkat, akkor az a pénz, ami az iskolázásba belefolyik hihetetlen sok pénz, az abban mi kimaradtunk annak az átalakításából, szóval. és a nőt egyedül hagytuk. Ez a városi teremtés, amit most itt két, lép, két lépcsőben mondta, hogy az első a pénz, és akkor utána tud így az azért is nehéz lehet szerintem, mert nagyon sokan az elsőnél szenvednek, tehát mondjuk úgy a pénzteremtés, mert a férfin az a frusztráció, hogy el kell tartanom a családom, tehát ha én nem tudok annyi teremteni pénzt, most elsősorban ugye még nem az a nemesebb, ahol az előbb beszéltél arra hozzájárulás a családhoz, a, a, az a bevonódás, amit itt nagyon szépen lefestettél, hanem az első az a matéria, tehát olyan szempontból a városi teremtésnél, hogy igenis meg kell teremtenem azt a pénzt, el kell tartanom a családomat, és én azt látom, hogy egyébként globálisan úgy látom, hogy a magyar embereknek nagyon rossz viszony van a pénzzel, de ezen belül meg a férfiak. Na most egy klasszik felelésről beszélünk, ahol még mindig a férfi veszi magára azt, most már ugye nagyon sokat te is utaltál rá, hogy van a kétkeresős modell, ugye, hogy a, a, a nő is hozza a háztartásba a bevételt, de hogy a férfin van az érzelmi nyomás, és ez is egyfajta frusztrációként élik, mert nagyon sokan, hogy nem tud annyi pénzt keresni ami ahhoz elég lenne, hogy a családot eltartsa, és ezáltal egy negatív spirálon elindul lefele, és ott megjelenhet az a zombi üzemmód, amit mondasz, hogy hazajön, és nagyjából a holnapi töltődésig így bezárkózik, hogy a másnap tudjon előről kezdeni, és ez egy ördögi körré válhat így. Örülök, hogy ezt felhoztad, mert ez egy alapvető paradigma, ami amit meg kell változtatni, mert nem ősi kód, hogy a férfinak el kell tartani a családot, pedig mindenki azt hiszi, hogy ez valami ősi dolog. Egyáltalán nem. Ez egy a modern kort az iparosodás után, ezzel a piszkálással hajtanak bele a mókus valójában. Hiszen gondoljunk bele, hogy edd, azelőtt a hagyományos. És nekünk nagy szerencsénk van, mert a vidéki emberek itt még a 70-es, 80-as években is a hagyományos életet élték. Láttuk azokat a falvakat, azokat az öregeket, ugye az én egyik nagy nagyszülőmnél. Annyira az elmúlt ezer évet láttam, hogy, hogy oda míg a gumikerekű technológia, esetőrben mindig hmm. elmondom, hogy ilyen abroncsozott fakerekű ökrös szekerekkel jártunk mi gyerekként ki a mezőre. Meg. Szóval is láttam, hogy ez hogy működött ugye. Soha nem a férfi tartotta el a családot. Tehát a férfi és a nő közös munkája tartotta el a családot. Tehát ez úgy nézett ki, hogy a nehéz fizikai munkát a férfi végezte, de egy csomó könnyebb fizikai munka ott maradt a nőre, és mind a kettő látástól vakulásig csinálta. Tehát, estig, reggeltől estig. És ez az úgy, nagyjából úgy nézett ki, ugye, hogy a, mivel a férfi az állattal közösen dolgozott, tehát az nem úgy volt, hogy a, a marha vagy a ló felszántott, hanem az a, az a férfi és a marha szántotta ketten. És este, amikor bement, akkor nem az adtak neki melegételt, de ha, de ha a nő nem készíti el a melegételt, amikor nem volt hűtőszekrény semmi, sokkal jó volt minden, mindent frissen össze kellett szedni, de ha a melegétel nem készül el, nem azért tették a férfit egy melegételre, mert ő csapkodta az asztalt, és azt mondta, hogy mindenki csecsi, én vagyok a férfi és agya, hanem mert úgy kellett táplálni, mint egy igás állatot. Mert hogyha őt nem kapta meg a legjobbat, és ő tönkrement fizikailag, akkor olyan mértékű munka esett ki a családból, ami nélkül az a család tönkrement. És ugye, tehát a, a nőnek az a, az, a, az a, munkája, ahogy tisztaságot tartotta, az nem csak arról szólt, hogy, hogy ha nem a férfi bejött, hogy miért is tisztaság, hanem ugye a döngölt padlójú házakból ugye a mindenféle korokozók azt mondták volna, hogy kosz fészek, ugye? Tehát, hogyha most is egy valaki nem írtja le a tetőt az oldába, akkor mindenkinek tetves lesz a gyereke. Tehát ez egy közegészségügyi kérdés volt, hogy, hogy mindig tisztaságnak kell lenni, főzni kell, minden lekvárt el kellett tenni, de azt nem azért tették el, hogy édességet tegyenek össze, hanem azért, mert télen a vitaminokat és a nyomelemeket így tudták bocsán, nyáron elteni télire. És tehát az ennek a, a nőnek a könnyebb fizikai munkája és a férfinak a nehéz fizikai munkája nélkül nem lett volna semmi, és egymással szimbiózisban voltak. A férfi be, bekeret hordja a fát, a favágás nehéz, az erdőből vágták a hatalmas fát, és ameddig abból ilyen apró lett, addig sokat dolgoztak. A nélkül se volt semmi, de az esti vacsora nélkül se volt semmi, meg az toppolás nélkül se volt semmi. És ezt kell megértsük ismét, hogy ma ugyanott tartunk, hogy egy kicsi darabig volt, az egy nagyon-nagyon kis ideig, hogy a férfi bére elég volt a városba költözésnek, ez volt a csalija. Azt mondták a falusiaknak, hogy gyertek be az iparba dolgozni, nem balkigazgatónak, hanem az iparba. Ők nem is jöttek volna be, ha azt mondták volna, hogy mind a kettőtöknek napi tíz órát kell dolgozni, és akkor minden jó lesz. Jó, de a gyerekekkel mi lesz? Azt mondták nekik az elején, hogy csak a férfi bére elég lesz, is. a férfi egyfajta önfeláldozásként bevezette a városba a családját, ugye több ezer évig kívánkoztak városba, és most végre úgy ment, mint Mózes, amikor a Vörös tengert így elválasztotta és átvitte a népét, ugye körülbelül így hozta be a férfi, és vállalta azt az áldozatot, hogy ő elmegy a gyárba, és onnan zombiként érkezik haza, és akkor kezdték el pihentetni is a férfit, mert azt mondta a nő, aki otthon a családi fészket tartotta, hogy apátok pihenjen, mert ha felborul, akkor mehetünk vissza föl túrni a földet, és nem akarunk túr, visszamenni visszamenni a földet túrni, pihenjen inkább. Ha haza jön, pihen. És amikor ma vádolják a férfiakat azzal, hogy, na, hogy, hogy, nem tették rá a babakocsira a kezüket még a 60-as évekbe, és most bezzeg, változnak, és végre megjön az eszük, és ugye ez egy, ez egy olyan evolúciós kérdés, ami amit nekünk sokkal másabb szemszögből kell nézni, hát nem volt babakocsi, az tehát több ezer évig nem létezett babakocsi, mert a gyerekek ott az udvaron járkáltak. Babakocsi az egy újdonság a városba. Ameddig a nő otthon tudott lenni, és a férfi bére elég volt, addig a nő azt mondta a férfinak, lásd, 60-as évek, ha rámered tenni a kezed a babakocsira, és a szomszédok észreveszik, hogy te munka után, még itt a babakocsi is tologatod, akkor mit gondolják, hogy én, 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 én ki vagyok? Rá nem el tenni a kezed, vagy a pelenkázásra. De ez így alakult, nem úgy alakult, hogy a férfiak megáltalkodottságból nem akarták, és most a közös munka, hogy mindenki le van terhelve, ez egy természetes evolúciós, hogy mondjam, folyamatként elkezdünk szépen beletalálni ebbe, csak közben annyi vád érte a férfiakat, annyi az önbecsülésük, az önértékelésük romokba, és félre vannak programozva. Például ez egy félre programozás, hogy nekünk el kell tartani a családot. Nem. Most is a férfi és a nő közös pénze, és a férfi és a nő közös pénz átalakítása, tartja el a családot, amiből a pénz is fontos a városban, mert anélkül nincs, tehát egyszerűen nincs már répa a kertben, nincs már disznó az orban. Az tehát egy pénz, nem működik itt, igen. És utána a teremtés. És ebben a teremtésben lehet közösen létezni, ebben lehet egymásra találni, megerősíteni a kapcsolatainkat, ebben a közös munkában, ami a munkaidőn túl a a pár részéről történik. Ott tudom megmutatni, hogy ki vagyok, amikor tervezzük a szabadságot, hogy hová menjünk nyaralni. Ugye, és ha én mondom, hogy olyan helyre menjünk, ahol lesz egy vár, vagy egy képtár, vagy valami, akkor ön azt mondja, hogy hát ez, ez, ez milyen fantasztikus ember. De ha azt mondja egy férfi, hogy döntsétek el, hogy hová menjünk nyaralni, én megyek, ahol ti akartok, úgyis unni fogom az egészet, ezt nem mondja persze csak így gondolja, akkor ő még csak meg se tudta mutatni magát, nem, hogy részt vegyen a pénz átalakításában, mert utána abból a pénz egy nyaralás sokba kerül, és nem mindegy, hogy a gyerekeimnek. Mit adok, vagy hogy a pár együtt hogyan töltekezik, és hogy mind a kettőnek ebben a tervben részt kellene venni. Tehát egy, azért mondok ilyen apró, egyszerű példákat, hogy a pénz átalakítása az nem valami nagyon nagy dolog, hanem az összes kicsi, és ha ezt csináljuk együtt, akkor a mi szövetségünk nagyon erős lesz, akkor újra és újra szerelmesek leszünk egymással, mert, mert a másik is elmondja, hogy ő neki mi a terve, vagy hogy mindannyian átalakulunk, minden nap más emberek leszünk, egy-egy nyaralás tervezés, akkor hogy maradjunk ennél a példánál, kiderül, hogy neki mi, a, mi, 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 mi lett közben a fontos. Vagy hogy hogyan reagál arra, hogy a természet, a hegy, vagy arra, hogy a tenger, vagy arra, hogy egy nagyváros, vagy inkább kisváros, vagy, és í, 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 így megyünk egymásnak a lelkéhez sokkal közelebb, de ez egy abszolút természetes dolog kellene, hogy legyen, és ezért bíztatom, azt, azt látom, ha mondom a férfiaknak, férfiként, ugye, ráadásul ugye remélem, hogy a, hogy karakteremhez ez így illik, akkor elkezdenek, hogy tényleg. Mert csak ennyi kell, mert mindenkibe benne van. Ez olyasmi, mint egy ilyen, kislákol a parázs, csak így lefújod a, a hamut róla, és, 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 egyszer csak elkezd belobbanni. Csak nagyon mélyen el van dugva, és amely célosztált erre, hogy a férfiak el is barikádozzák ezt, hogy mert ugye annyira sok minden veszteség éri, tehát nem tudják, hogy mit legyenek, otthon nincs megbecsülés, túl teljesítenek a munkahelyeken, inkább behúnt szemmel rohannak egész életükbe és menekülnek, és ha még felmerül az is, hogy férfiként valamit tenniük kell, az már egy olyan mértékű veszteség, gyanú, tehát az, úristen, már ebbe is bele akarnak kötni, ez az utolsó mentségem, hogy én férfi vagyok, de ha megkérdezed, hogy mi az, azt már nem, nem tudjuk, elmondani, de nem azért, mert buták vagyunk, hanem mert elveszítettük, mert városba költöztünk. Ezt teremtjük újra, hogy tudjuk elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy mit adunk a világnak. És bocsánat, még csak annyit, hogy én fel is mentem a férfiakat, mert nem volt. Tehát két-három generáció óta zajlik ez az elállítódás. Tehát az apánk, az ő apja, én nagyon szerencsés vagyok, hogy ugye az én apám első generációs városba költöző volt, tehát én nagyon erős rusztikus dolgot is kaptam, majd később a Metropolisban edződtem, ugye, tehát Budapesten. De általában a férfiak 80 ára teszem azt az arányt, 80-ra, akik vagy apa nélkül nőttek Nincs fel, minta. vagy hiányos apa mintával, hiányos apai jelenlét mellett, vagy kifejezetten rossz apa mintával. Tehát ezt a hármat összeadom apa nélkül, Hiányos, a mintával vagy kifejezetten rosszal az 80%. És ez már generációk óta zajlik, ugye? Tehát egy-két generációt adódik el. Tehát a mai férfiak zöme nem hibás, hogy itt tart. De most mi vagyunk az a generáció, akinek észbe kell kapni. Mi vagyunk az a generáció, aki ezt felismeri, és ha nem kaptunk önbeavatást, ez, én, született meg bennem, hogy nem kaptunk önbeavatást, de akkor, bocsánat, beavatást, akkor önbeavatáson kell átessünk. Tehát az első olyan generáció vagyunk, aki ebből a férfi értékrendből, ismét magunk kell merítsünk rendet kell raknunk, mert két-három generációta észrevétlenül nem az ő megáltalkodottságuk rossz miatt, hanem félre csúszott, akár a jó indulatuk is megvolt, vagy egyszerűen csak vakok voltak, vagy nem figyeltek oda, vagy, vagy jó, legjobbat akarták ők is, de nem úgy sikerült. De most már látjuk, hogy probléma van. Van két kifejezés, ami sokszor összecserélnek, azt gondolom, ez a hibás és a felelős, mert amit mondtad most, hogy lehet, hogy nem mi vagyunk a hibásak férfiak, de mi vagyunk a felelősek, hogy ezen változtatunk-e, és az a felismerésemben most szerintem ezen beszélgetés kapcsán is sokat segítette, hogy egy más nézőpontot hozzunk be, mint az, amivel most tele van a média, és tele van körülöttünk minden, hogy a férfi a hibás, a férfinek ilyen eltartani, a férfinek ha nem tudom mi. Én ahogy hallgattalak, egyfolytában az erősedetben nem hogy ez a kohézió, az a, az a közös működés a férfi és a nő, és ilyen értelemben a család szentsége, meg erőssége, és ez egy megint más generációt hozhat tovább, amikor a gyerekeket figyelem, és azt látom, ugye három fiam van nekem is, hogy, hogy milyen árú szemekkel nézik azt, hogy, 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 milyen mintát kapnak, hogy mennyire szívják magukba, mint a szivacs, és amit mondtál, ez a több generációs elcsúszás, ez most gyűrűzött be, most van az, hogy a férfi frusztrált, és ilyen értelemben akkor most elkezdhetjük nem jó irányból bogozhatni vissza a dolgot, hogy a nő miért nem tud felnézni a férfira, meg a férfi konfliktusba, hogy kerül a nővel, hanem sokkal inkább ide a gyökerekhez érdemes visszamenni és megkeresni azt, hogy ez, a, ez az út, ez a három, két-három generáció, ez hogyan fejtető vissza. Pontosan is azt látom, hogy a, ha összeadjuk a világ boldogtalanságát, akkor annak a 90 a a magánéletben van. Megint csak az én beszésem, de mindenki nézzen a lelkeméjére. Panaszkodunk, hogy nincs pénz, hogy a munkahely így meg úgy, de nem ott vannak a problémák. Ott is vannak, de kevés, ott megoldjuk. Ahhoz értünk is, mert az egész iskola rendszer arra készít föl, tehát három éves korunkban már az óvodába az iskola rendszer részeként lépünk be, és 30 éves korunkban lépünk ki nagyjából, tehát ez a, és az mind csak a munkavállalásra készít föl, tehát abban még úgy, ahogy el vagyunk. De az, hogy van-e otthon, ö, otthon ö, nekem van-e valami szerepem, van -e, kapok-e megbecsülést, szeretek-e oda menni, vagy, vagy ö, az egész, van-e valaki ott, akivel úgy vethetem egymásnak a hátamat, hogy nem kell hátra nézzek. Ugye keressük ezeket az érzéseket, és ezek, e ezek ki a kezünk. Kineveli a gyerekemet? Tovább tudom adni az értékeimet. És ezt, hogyha vagy azt csináljuk, hogy milyen befalazzuk, és elkezdünk menekülni fékevesztetten, ugye behúnyt szemmel menekülünk, és törmenünk a munkahelyen, és hazaviszük a pénzt, és felmentjük magunkat, de ha kinyitjuk a szemünket, és elkezdünk beleállni, és bizony pótolni kell, amit férfi ágon pótolni lehet. Ugye, tehát, hogy egyszerűen filozófiailag is, gyakorlatban is meg kell erősödni. Ez, egy, ez a belső emberünk megerősítése férfiként, ugye ennek, ennek álltam én az élére, ez egy nagyon fontos dolog, és meg lehet csinálni. Tehát, hogy tényleg nem egy olyan nagyon egyszerű dolog, de, de Ugye azt mondja a magyar, mivel mindenki képekbe gondolkodik, ugye ha azt mondjuk, hogy senkinek gondoljon a fehér elefántra, akkor már túl is vagyunk, mert ilyen képek jelennek meg a fejünkbe, hogyha van képünk arról, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek vagyunk. Ha nincs képünk, akkor képtelenek vagyunk. És a képzés, az egy szép szó, ugye sokkal jobb, oktatás. Az oktatás az ilyen, nem tudom, ok oktondiaknak való, de a képzés az azt jelenti, hogy valami képet alakítunk ki, ami annyira komplex, hogy soha nem fogjuk elfelejteni minden egyes részét, örökre be tudjuk vésni az eszünkbe, és ahhoz tudunk közelíteni, mint egy cél. És ugye régebben azt mondták ugye a fodrásznak, vagy nem tudom, bármilyen szakmának, hogy megkérdezték, hogy nem azt mondják van egy diplomád, hogy van egy diplomát, hogy van -e képesítésed, ugye, arra, hogy te ezt a szakmát műveld. És valahogy ezt a képzést kezdtem el én a férfiak klubja összes tartalmán keresztül, most, 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 igazi képzéseket rakok össze, hogy legyen olyan, aminek, ami tényleg egy-egy pillért, egy-egy konkrét pillért megerősít, hogyha azon a képzésen átmennek, tehát ezzel majd jövőben rukkolok el, ennek a fejlesztései zajlanak. Tehát azt látom, hogy, hogy, hogy ha aki akar, az kapaszkodni tud most már, illetve ezt meg fogjuk teremteni, Viszont nagyon nehéz az érzékenységeken túllépni, hogy valaki, a férfiak olyanok, ugye, hogy nem a nőktől félnek, hogyha férfi dolgot kell megerősíteni, hanem a többi férfitől. Tehát az itt a kérdés, hogy a Józsi mit szól, ha én elmegyek ilyen férfiak lúja valamire, mert akkor azt hiszi, hogy én nekem baj van a férfiasságommal. És gyorsan, ugye most egyik szavam követi a másikat, de hogy milyen durva az, hogy a férfiasság óvtak ettől az elején, hogy én ne használjam azt a szót, hogy férfiasság, mert az csak a a szexuális teljesítő képességről szól, hmm. ami hogyan van a férfiasságod, és hogy ez pedig az egy nagyon komplex a férfiasság, Akkor az egy te komplex te. értékrendi tartalommal feltöltött fogalom volt, és ezt kell újra feltölteni ezzel a komplex képpel, és azt hiszem, hogy most a tíz év munka van lassan mögöttünk, ugye 2012-ben már elindítottam a fejlesztéseket, 13 ban indult el maga az egész az interneten, és a, aztán később az előadások, a könyveim, hogy most már talán elég sokan vannak, akik rájöttek arra, hogy a férfi önbeavatás, az kulcskérdés a férfiak 80%-ának, hogyha mert tényleg apa nélkül, hiányosabb a mintával, vagy kifejezetten rosszabb a mintával a felnőtteknek. Ha ezt rendbe tesszük, akkor harmonizálódnak a kapcsolataink otthon, mindennek értelme tudunk adni, az önbecsülésünk, önbizalmunk megnő, a nő tisztelete megnő irányunkba, és hirtelen, a, ha azt mondjuk, hogy boldogtalanság 90%-a magánéletben van, akkor arra kell fókuszálni, hogy a 90%-ot takarítsuk, és nagyon sokat ki tudunk takarítani csak azzal, hogy férfiként, nem menekülünk, hanem, hanem, hanem férfiként az eredeti értékeinkbe kivirágzunk, városi módon azért ezt tegyük hozzá. Tehát és ennek megvan a maga módja. Tehát a városban is ugyanolyan férfi kell, csak nem karddal kell megvédeni, de az a lelkület az ugyanaz kell, amivel mi biztonságot tudunk nyújtani. Szerintem ez egy gyönyörű zárszó. Én nagyon sok erőt, kitartást és támogatást kívánok neked. Én azért hittalak erre a beszélgetésre, hogy ha ezzel a fórummal is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy minél többen az ügyre rá találjanak és a férfiak klubját támogassák, csatlakozzanak, akkor, akkor egy picivel is hatalán sikerül hozzájárulni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy ezeket a nézőpontokat leképezted, és mondtad nekünk, hogy mennyire másképpen is lehet tekinteni a férfinő relációra, a pénzkereséstől, ez most nem is nyitom meg, hiszen az egész beszélgetés erről szólt, úgyhogy szívből gratulálok, és kívánok további sok sikert, én köszönöm, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, ha még nem tettétek meg, a iratkozzatok fel ide a csatornára, keressetek rá a férfiak klubjára, a jövő héten pedig várunk teket, jövünk újra, találkozunk, sziasztok!